Megbeszéljük. A telefonnál Nádasdi Ádám, nyelvész, költő, műfordító, egyetemi tanár. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Olvasta a magyar közlönyben megjelent kormányrendeletet a Magyar Nyelv Stratégiai Intézet létrehozásáról? Hát a közlönyt magát nem olvastam, de híradásokat olvastam róla, meg Kát kollégákkal is beszélgettünk, akik látták a szöveget. Azért a mihez tartás véget, nem önnek, hanem a hallgatóknak felolvasom az első mondatot. A kormány az alaptörvény 15. cikk 3. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az alaptörvény 15. cikk első bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A Magyar Nyelv Stratégiai Intézet jogállása. Jól hangzik magyarul, nem? Elrendeli azt, hogy a jogállása. Jó, hát én nem értek, kérem, a jogi szöveghez, azért nem merek beleszólni, mert néha annak nagyon furcsa szabályai vannak, hogy például ne lehessen kiragadva úgy idézni, hogy az más értelmű, meg hát jó, ezeket el kell fogadni. Hát a jogászok azok jogászok, ahogy az orvosok is néha nagyon furcsán fogalmaznak. A magyar nyelv pedig magyar nyelv, és ez nekem nem magyarul hangzik. Kérem szépen, hát igaza van, de hát valószínűleg a bármilyen tartalmú, hát ilyen jogszabálynak furcsa volna a szövege. Nem ez a furcsa, hanem az, hogy miért alapítják meg ezt az intézetet, amikor létezik a Magyar Tudományos Akadémia és annak a Nyelvtudományi Intézete. Mert talán független a Magyar Tudományos Akadémia, de a Magyar Nyelvstratégiai Intézet a miniszterelnök irányítása alatt fog állni, a miniszterelnökség konkrét szervezetébe tagozódva. Na most azt én persze üdvözlöm, hogyha pénzt költenek ilyesmire, mert hát én is a nyelvvel foglalkozom, és hát lehet, hogy ebből majd néhány kolléga tisztesen hát megél, akinek most nincs állása, pedig megérdemelni, mert ért a nyelvhez, stb. Csak újra mondom, furcsa, mert hát a tudományos kutatásnak ott van a helye a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében. Ha a nyelvstratégián azt értik, hogy például fölemeljék a magyar nyelv tanítását, tehát mint tantárgyat mondjuk a szakközépiskolákban. Csak attól félek, hogy nem ez lesz, mert érti, ha minden szakközépiskolai magyar tanárnak a duplájára emelnék a fizetését, akkor tényleg lehet, hogy a szakközépiskolások szebben írnának, többet olvasnának, vagy jobban magyarul kifejeznék magukat. Vagy ha a határon túlra érti minden magyar nyelvű iskolának előfizetnék a, nem tudom, az Édes Anyanyelvünk című folyóiratot, vagy küldenének egy Petőfi verses kötetet, azt mondom, hogy rendben van. De érdekes, hogy a szövegben nem ilyesmi van, nem csak ilyesmi van, hanem tudományos kutatás is a magyar nyelv szerkezetéről, lényegéről. Hát ez nem mire való, mert hát arra van a nyelvtudományi intézet. Mert eddig arra volt, aztán, hogy lesz, az egy másik kérdés. De van-e egyáltalán olyan, hogy nyelvstratégia? A nyelv van, alakul, fejlődik, még az is előfordulhat, hogy kihal. Mi az, hogy nyelvstratégia? A nyelvstratégia egy létező dolog. Hát az azt jelenti például, hogy valamely nyelvet jobban el akarnak terjeszteni, és ezért például arra a nyelvre lefordítanak sok mindent, esetleg állami támogatással. Ilyen nagyon sok helyen előfordul. Tehát mondjuk Svájcban például ugye beszélik az úgynevezett rétoromán nyelvet, ami hát tulajdonképpen az olasznak egy eléggé vidéki és dialektusa. Na most ott van egy nyelvstratégia, amelyben hát jó, nagyon sok pénzük van. Azt mondják, hogy ezt a rétorománt, ezt egy negyedik nyelvvé nyilvánították, hát ez már 100 évvel ezelőtt megtörtént, mindegy, de akkor ez egy nyelvstratégiai lépés volt, és hogy akkor a törvényeket ezentúl például ezen a rétoromán nyelven is meg fogjuk fogalmazni. Most ehhez akkor szakembereket kellett fogadni, akik hát elgondolkoztak azon, hogy nem tudom én, telki szolgalom, az akkor most hogy legyen rétorománul, tehát meg kellett alkotni ezeknek a szavaknak a megfelelőit. Ez a mai magyar nyelvben is nagyon sokszor egy segítség lehet, hogy a jogászoknak, meg a tanároknak, meg a politikusoknak valaki hát tanácsokat ad, és ezzel
hogy mondjam, a magyar nyelvet olyan helyen is használhatóvá teszi, ahol addig inkább hát idegen nyelvet használ. De úgy gondolja, hogy akkor a nyelvstratégia például az ön által idézett példa esetében valamiféle nyelvújítás vagy tudatos nyelvfejlesztés lenne, hiszen az a nyelv nem tudott kellően lépést tartani a korral, ehhez kevesen beszélték, nem volt abban a helyzetben, viszont az az ország is annak vezetése vagy társadalma úgy gondolta, hogy érdemes életben tartani és ezt segíteni. Úgy van. Most ez a mai magyar nyelv ilyen helyzetben hát, van? Nem, nagyon kis mértékben. Persze, hát sose árthat, és egyébként ezt a munkát a Nyelvtudományi Intézet ezt végzi. Tehát mondjuk betelefonál egy ügyvéd, vagy ír egy e-mailt, azt mondja, hogy kérem, én nekem ezt és ezt kell megfogalmaznom, de nem tudok zöldágra vergődni, adjanak tanácsot. Vagy például egy parti szervező, vagy egy kocsmáros azt mondja, hogy ő el szeretné nevezni a kocsmáját, vagy rászól a helyi önkormányzat, hogy idegenesen vagy magyartalanul fogalmazott, és akkor fölhívja a Nyelvtudományi Intézetet, és akkor azok adnak tanácsot, hogy inkább így mondja, úgy mondja, és néha ő megkönnyebbülten azt mondja, hogy jaj, de jó, hát ez nem is jutott eszembe, de hogy ezt lehetne. Ezek létező példák? Ezek létező példák, igen. Uh-huh. Igen. Emlékszik arra... De majd ezek után a Nyelvstratégiai Intézetet fogják fölhívni, mert tudják, hogy irányítója a miniszterelnök, hát az aztán biztos válasz lesz. Ott nincs kettőnek, ott megadják a helyes választ. Jó, ez igaz, igen. Mondom, én csak azt sajnálom, hogy ez a nagyon sok pénz, mert úgy tudom, 100 millió forintot adnak erre, mikor mondjuk az egyetemen nincsen egy fénymásolónkra pénz, meg hát a Nyelvtudományi Intézet, én nem vagyok kapcsolatban, mint munkatárs az intézettel, csak szakmailag, de hát nagyon jó munkát végeznek, és hát bizony nagyon el kellene a pénz. Nekem az a furcsa, hogy amiket felsorolnak szakmailag, az csupa olyasmi, amit végez a Nyelvtudományi Intézet. Hát most nem tudom, egy kicsit beleillik abba a trendbe, és ez nem tetszik nekem. Amit látok, hogy mint az akaratos gyerek, hogyha neki nem tetszik, akkor ő kitalál egy másikat. Tehát ahogy a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia helyett kitalálták az MMA, tehát Magyar Művészeti Akadémiát, ahogy a Veritas Történettudományi Intézetet, ugyancsak miniszterelnökség alatt. Igen, lesz a saját tudományuk, a saját intézetük, a saját vezetőik, igen, és majd kiviszik a Tudományos Akadémiáról azokat, akik ebben hajlandók részt venni. Igen, ez nem tetszik nekem, ez az igazság. Itt papíron érti, hát rendben van, persze, hát kutassák, csinálják, mit tudom én, csak van egy ilyen furcsa rossz íze. Nincs-e olyan hatása ennek, mert nyilvánvalóan meg lesz ez az intézet, nincs kétségem e felől, hogy a tudósok egy része majd, főleg akik kimaradnak belőle, és azért a többség fog kimaradni, ne legyenek illúzióink a történettudományban is, nyelvészetben is, mindenhol, akárhol hoznak létre, vagy akármilyen tudományákban hoznak létre majd kormány alá tartozó intézeteket, tehát hogy a tudósok többsége, meg a kutatók többsége azt fogja mondani, hogy na vannak a kormányhoz hű és a kormány kívánságait végrehajtó tudósok, ismerjük őket, és van a független tudomány, és innentől kezdve egy egyébként nagyon áldatlan állapot jön létre a tudományon belül, hiszen mégsem az volna a feladat, hogy egymással mondjuk politikai értelemben harcoljanak, ahelyett, hogy tudományos kérdéseken vitatkozzanak. Igen, tényleg igazán. Ez olyan, mint régen volt, hogy voltak a katolikus földrajztudósok, meg a protestáns földrajztudósok az újkorban, és akkor azok azt mondták, hogy ők egész más térképet rajzolnak. Na most ráadásul ez abszurd azért a nyelvész, hát érti, ez egy száraz szaktudomány, hát most a zöngésedés különböző szabályait most kormányhűen nem nagyon látom, hogy lehetne másképpen leírni, mint nem kormányhűen. Vannak itt egész konkrét feladatok is, hogy tudatosan fejleszteni kívánják a szaknyelveket, aztán a új magyar nyelvi tankönyvprogramot dolgoznak ki, a magyar nyelvi értékvesztéssel szembeni irányelveket is ki fogják dolgozni. Tehát olyan, mintha a kormány elhatározná, hogy ezek a feladatok, hogy a nyelv életben maradjon és fejlődjön, tessék kidolgozni, ők meg kidolgozzák és átadják majd iskoláknak, kutatóintézeteknek, különböző szakmáknak, hogy ne itt van, tessék mostantól kezdve ezeket a fogalmakat használjátok, punktum.
Hát igen, ez elég komikusan hangzik, mert jó, amit mondott, hogy a szaknyelvek fejlesztése, ismétlem, arra tényleg nagyon jó tanácsokhoz lehet adni, hogy azt mondja egy mérnök, hogy ő föltalált egy ketyerét, és akkor most annak mi legyen a neve, tessék valamit segíteni, hát rendben van. De meg az iskolák is jó, hát rendben van, lehet, ha van erre pénz, hát írjanak szebb, színesebb, érdekesebb magyar nyelvtan könyveket. Amit utoljára mondott, mi volt az értékvesztés? Nyelvi értékvesztés. Az ostobaság, az annak semmi értelme, mi az, hogy nyelvi értékvesztés, hát ilyen nincsen. Az ugyanis, hogyha valaki butaságokat beszél, vagy akár ártalmas és gonosz mondatok jönnek ki a szájából, hát annak a nyelvhez nincs köze. Megmondom, hogy hogy hangzik ez, vagy hogy van leírva ez a kormányrendeletben. A magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a kormány számára, felhasználva a sikeres modern európai nyelvpolitikai, észt, lengyel, finn és izlandi modellek tapasztalatait. Na képzelem, hogy az izlandi modellt hányan és hogyan tanulmányozzák, és majd átadják a magyar kormánynak. Na így védd a nyelvedet, ahogy az izlandiak. Vagyok benne, hogy az új intézet munkatársai hosszabb tanulmány útra Izlandra fognak utazni, hogy hát kétségtelenül összehasonlítsák ezt a két dolgot. Maga miért kételkedik ebben? Én nem értem ezt az államit. Nem, én nem kételkedem, sőt, én meg vagyok győződve róla, hogy így lesz. Igen. Csak tetszik. Igen. Hangosan tetszik. Igen. Van visszhangja nyelvészkörökben ennek a remek ötletnek? Hát persze, hát elsősorban azért mindenki tényleg azon szívja a fogát, hogy a fene egye meg, hát ha van erre pénz, hát akkor miért nem adják oda azoknak, akik már csinálják, akik már értenek hozzá. Hát komolyan mondom, ez olyan, mintha egy kisvárosban elhatároznak, hogy még egy tűzoltóságot fognak alapítani, és felsorolják benne a tűzoltóság összes szép és komoly feladatait, és a rendes tűzoltók meg úgy néznek egymásra, hogy az Istenért nekünk meg egy sisakra nincs pénzünk, hát miért nem ide adták inkább. Minek kell ez a másik tűzoltóság? Közben ki ne üssön valahol az a tűz, mert lehet, hogy ezek ketten közben ellesznek egymással, ne? Ez sajnos elképzelhető. Köszönöm szépen, Nádasdi Ádám nyelvész, viszont hallásra. Köszönöm.